Jámbor Zsolt és Jámborné Márkus Emőke mindketten a város meghatározó zenei szakemberei. Emőke a református általános iskola énekzene tanára, Zsolt a református gimnáziumé. Mindketten sikeres kórusokat működtetnek, és hosszú évtizedeken át kórusokban énekeltek. Zsolt ma is a Cantus Nobilis kórus szólam vezetője. Kezük alól az eltelt évek alatt sok későbbi kórusénekes, művész és tanár került ki. Jámborék a Kecskeméten tanító énekzene tanárok szakmai együttműködésének irányítói, továbbképzések szervezői, valamint a Kecskemét és környéke éneklő ifjúság kórus találkozóinak lelkes működtetői. Sikereik hátterében szakmailag jól megalapozott, a tevékenységbe vetett hittel és alázattal végzett munka áll, hiszen ugyanúgy heti egyetlen énekórával kell számolniuk, mint más énekszakos pályatársaiknak. Jámbor Zsolt így beszélt erről a Múzsa magazinnak adott interjúban. Minden reggel, nekem minden reggel 7-kor kezdődik meg Emőkének is a munkanapja, nem 3-4-8-kor, mert jövünk szólampróbára. Hogy ez 30 év, 50 év után is meg tudjon maradni, hogy hittel és lelkesedéssel tudjam ezt csinálni, ez a titka. Jámbor Zsolt és Márkus Emőke a magas presztízsű Kóta díjat, pedagógiai munkásságuk, munkamorájuk, kórusvezetői tevékenységük, a kodályi hagyományok, valamint a protestáns egyházzenei értékek megőrzése érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként vehették át. Erről mesélnek bő 10 percen át a hírórát követő Múzsa magazin mai adásában.